Kedden délután az új kazinci baráti kör vendége Mihalkó Ádám, Serrano és Bordás Jánosné Brigitta volt. A programsziget a kábítószer és az arról való leszokás témakörét járta körbe. A vendégek beszélgető partnere Göndör Judit volt. Hogyan tudunk túllépni azokon a tulajdonságainkon, amelyek eredendően vannak mint embereknek, mondjuk az előítéleteken? Milyen mélyre tudunk ásni a saját és mások életében, gondolkodásában, értékeiben? És szembesülni fogunk majd azzal a mai napon, hogy korunk egyik pestise a kábítószer használat, vagy a szeretet hiánya, ami legalább annyira jellemző, mint a szer használata, milyen élethelyzetekbe tudja sodorni az embereket. Kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idősebbeket, nőket és férfiakat, gyerekeket, szülőket, nagymamákat, nagypapákat. Azért mondtam azt, hogy ez egy nagyon különleges kísérletezés lesz, mert bizony most itt a mai napon azért az érzelmi és egyéb faktorait erőteljesen igénybe fogjuk mindenkinek venni, és szeretnénk tabuk nélkül nagyon-nagyon őszintén és nagyon mélyen beszélgetni erről a bizonyos pestisről, és azokról az élethelyzetekről, amelyek vannak Magyarországon, amelyek vannak Borsodabó-Zemplén megyében, amelyek vannak Kazincbarcikán, akár beismerjük, akár nem. Akár bedugjuk a fejünket a homokba, akár nem. A vasútállomásokba tévesen kéregetnek, leköbösik őket végözésétől szédelennek, rajtuk élik ki a cigányoktól való félelmeket. És hát nagyon sokan, ugye itt középkorúak és idősek vagyunk elsősorban, fiatalok is azért, de nagyon sokan anyák vagyunk, apák vagyunk, nagymamák vagyunk, nagypapák vagyunk, sőt, ahogy elnézem, lehet, hogy még itt dédik is vannak, és ők unokákról is beszélhetünk, és a mai drogprevenciós beszélgetésnek többek között az is a célja, hogy egy kicsikét megnyíljanak azok a bugyrok ott lent mélyen, amelyek esetleg máskor nem, és hogy felhívjuk a figyelmüket olyan jelenségekre, olyan veszélyekre, amelyeket lehet, hogy nagyon gyakran elhesegetünk magunktól, pedig sokkal közelebb vannak, mint azt gondolnánk. Látok itt olyanokat is, akik a szociális szférában dolgoznak, és dolguk, feladatuk a mindennapokban, és a szociális háló hiányosságainak bepótlása. Hát Ádám megpróbálta az elmúlt időszakban pótolni magának azt, ami a hálóban hiányos volt, akár a családi hálóban, akár a szociális hálóban, de nyilván ezt egyedül megtenni borzasztóan nehéz. A film egyébként azért készült el, mert amikor ezen a bizonyos tehetségkutató versenyen kihirdették az eredményt, ahol Ádám ugye a második helyezést szerezte meg, vagy második legjobbnak értékelték az ő dalait, akkor keresték azt, hogy kivel lehetne készíteni egy ilyen kis szocioriportot, hogy ki is az, aki ezt az alkotást elkészítette, és Ádámmal készítették el ezt a filmet, aminek az első részét láthatták az imént, és akit érdekel egyébként a második részt is. Mi azért ezt választottuk, mert a családi hátteret és az ő hátrányait és az ő indíttatását leginkább ez mutatta be. És hát ugye a témánk elsősorban a kábítószer és az a körüli problémák a feltérképezése, úgyhogy a következőben erről fogunk majd beszélgetni. Ádám, mint aki érintett, és sok tekintetben, akár mint használó, akár mint a baráti körében, ezzel a gyakran szembesülő fiatal fog erről beszélni, Brigitta pedig, mint édesanyja fog erről beszélni, akinek hasonló gyermeke van, mint Ádám, és aki bizony már a puklot megjárta ebből a szempontból. Honnan a Serrano-nél? Hát a Serrano név az onnan származik, hogy körülbelül 14 éves lehettem, amikor Pestre szöktem, és bolti lopásukból éltem, és elkaptak egy, hát ugye gyerekhez képest nagyobb áruanyaggal, és a táskámban sonkák voltak, olyan 20-valahány ezer értékben, és a sonkának a neve volt az, hogy Serrano sonka. Igazából utána, hát ez lett a gúnynevem, és így ez megmaradt.
Fél holtra verve bilincsbe viszik az FK-ba. Az apját felváltja, de őt is csak elvált. A világ jobb hely lett, a probléma elzárva. A zárkából a nevét lecserélik egy számra. A rendszer úgy tekint rá, mint egy tárgyra. A jövő elvágva, a gyermek élet nem drága. Nyilván az az élethelyzet, amiben pont ezt az időszakot éltem, de azért az nem volt egyszerű, legalább annyira nem volt egyszerű, mint az megelőző időszak, amiről ugye mesélt az iménti bejátszásban is. Ami a te szempontodból nagyon fontos lehet, hogy említetted azt, hogy 14 éves korodban elmentél a Budapest, és akkor azt gondoltad, hogy menő bűnöző leszel, és egy bizonyos ideig ott voltál fönt. Miből éltél akkor? Kivel? Hogyan? Hol aludtál? Csapatból verődve. Hát egy egységet alkottunk, és gyerekként főleg bolti lopásból, amiből mondjuk Barcikán nem hiszem, hogy meg lehetne élni, mert hogy én ugyan el tudom hozni a boltból a dolgot, de ki az, aki megveszi, szóval nincs úgy nagyon piaca. Másrésztről pedig nincs is annyi bolt. Hogyha pedig mindig egy helyre megyek, akkor addig járok Borsók útra. Azt mesélted nekem, hogy volt egy idősebb pártfogót, aki kitanított téged ennek a csinyára, a lényára. Igen, sok helyre együtt voltatok, és utána volt egy pont, amikor te úgy gondoltad, hogy ez az élet mégsem te valami. Igen, mert hát nyilván nem ugyanaz a követelmény, ugye ebben a világban is vannak követelmények, és nem ugyanaz a követelmény egy 14 éves gyerektől, mint egy 18 éves fiútól. És ugye ez az egész, ez nagyon sok stresszel jár, amit én nem bírtam. Így hát ott hagytam az egészet, a várost, Pestet és ezt a környezetet. Egyébként van, akivel ebből a körből jó vagyok, és ugyanúgy sikerült ötletni ezt. Illetve azt mondtad meg, amikor beszélgettünk, hogy már olyan bűnbe akartak téged bevinni, amire már te úgy gondoltad, hogy annak nem szeretnél visszaselelni. Tehát megvolt az a fék mechanizmus, amiről az élet, ugye, az a helyzet. Igen. Voltak olyan bulik, amiben nem akartam belemenni, mégis belementem, és utána nagyon örültem, hogy ebből kijöttem normálisan. Úgyhogy egy idő után azt mondja a szervezet, hogy elég. Ugyanez a helyzet ugye a kábítószerekkel kapcsolatosan, mikor találkoztál magával, vagy láttál először kábítószert, hány éves lehetnél? Kábítószer? Látni elég fiatalon. Azt hát, nem tudom, 7-8 éves korom. És tudtad, hogy mire való? Tudtam, hogy kábítószer, az rossz és ennyi. És mikor lettél használó? Szerintem olyan 14 évesen volt elsőnek, amikor kipróbáltam a füvet, amivel ugye nem is volt gond, csak hogy utána megszűnt a rendes fű, és jött ez a vegyszeres biofűnek csúfolt. Nem is tudom mi. És mi volt az a szint, ameddig elmentél ebben a kábítószer használatban? Hát, térben és időben, pajzsúlyban. Igazán függője soha nem voltam erre, próbáltam odafigyelni, de mondjuk úgy, hogy ezt a biofüvet szívtam minden nap, meg hogyha úgy volt pénz vagy alkalom, akkor használtam a kristályt, MDPD-t, stb. Nem is sorolom, mert 1000 fajtája van, és mindig jön az új. Tudtad, hogy rossz és káros neked? De persze, tudtam, hogy nem az, hogy rossz, csak nem feltétlen pozitív. Ugye nem egyből látszik az, hogy egy használom, vagy egyből rossz. Tisztában voltam vele, de nem érdekel. És most? Most nem használom. De érdekel is mondtam. Hogy rossz? És visszafelé. Így van. Nyilván. Ezért álltam le vele, nekem volt egy nagyon nagy karambolom ezzel a, hát végül is a drogokkal. Egyszer nagyon elvágódtam, és végül is a kórházba keltem fel. Onnan el akartak vinni pszichiátriára, mivel hogy én előtte is voltam 3 évig, jártam oda. De valahogy sikerült megbeszélni azt, hogy én nem menjek oda, úgyhogy haza tudtam menni. Innentől egyik barátomnak az anyukája egyébként, aki segített az iskolába is, hogy oda tudjak járni, a Don Boscóba. Ő elvitt egy helyre, Nyíregyházára. És ott volt végül is egy hely, ahol alkoholistákat és drogfüggőket kezelnek. És ugye ott itt a doktor úr bevitt a legmélyére, hogy lássam, hogy végül is mi a legvégső fázis. És ott eldöntöttem, hogy nekem ez nem kell. És mi volt az a
akkor megijedtem. Az egy undorító látva. Éleszt úgy, hogy a család akkor semmi szerintem sem állt mellett, tehát ezeket a küzdelmeket nagyjából igen. Nagyjából igen. Barátok voltak, a régi barátok is, és vannak újak is, közülük ugye együtt is van veled, de igazából aki érzelmileg melletted állt és pozitív tölteket adhatott volna ebben a nagy harcban, amit magam volt. Nem igazán. Lepereg az életem, mint fárolok a levél. Feladnám, de még ott bent gátol a vakremény. Ahogy visszatekintek a múltba, térész, hogy urá lesz rajta. Emlékébrek villanak fel, és nincs uralmam, hogy nem tartsam. Kölyökként azt támogtam, anyám gyerekeket égett. Felrögve remegtem, hogy szálljon, és bevizeltem mély jelentre. Hát, Brigitta fiának ebből a szempontból szerencséje volt. Brigittának viszont nem, hiszen egy szép és jó harmonikus családban. Úgyhogy egyébként álmában mondta volna, hogy ő ebben a cipőben fog évesanyaként járni, egyszer csak vertött a minkünk. Ez mikor volt Brigitta is, hogy Jön, három éve fiszta a fiam teljesen, és azelőtt 3 évvel kezdődött, tehát 6 éve. Hány éves volt akkor? 15 elmúlt, de én akkor még ezt nem tudtam. Tehát egy évig használta a drogot, amíg mi nem tudtuk a családban. Aztán úgy tudtuk meg ezt, hogy az iskolában rosszul lett. Ő is a Don Boscóba járt, és elvitték a pszichiátriára. Addig viszont addig az egy évig nem tudtam észlelni ezeket a dolgokat. Én hibásnak is érzem kicsit magam ezért, mert nem észleltem a dolgokat. Kicsik is. Voltak jelentkező dolgok, de én nem gondoltam. Jelek. Igen, jelek vannak, de azt egy olyan szülő, mint én, aki eset egyáltalán nem is gondolta arra, hogy most a fiam drogozik, azt tudtam jó, hogy dohányzott, és mindig leszökött, hogy tudja elszívni, mert én nem hagytam, hogy dohányozzon. És mondom, biztos azért megy el. De aztán voltak neki hangulat változásai. Egyszer túl jókedvű volt, egyszer ideges, vagy aluszékony, volt, mikor nagyon fel volt dobva, de én ezekre a jelekre abszolút nem figyeltem oda, mert nem is gondoltam, hogy most az. Csak akkor, mikor telefonáltak, hogy menjek, mert bent van a pszichiátriám a gyerek. És akkor azt hiszem 3 gyereket vittek be a kórházba, és egy nagyon jó barátunk, aki azóta is barátunk, így mondhatom, igen, ő Zoli atya a Don Boscó iskolában, onnantól kezdve végig kísér minket. Ő többször fel is jött hozzánk, és akkor bement a fiamhoz a kórházba, és azt mondta, hogy belenézett János szemébe, és azt mondta, hogy neki ezt a gyereket segítenie kell minden áron. És onnantól kezdve ő egy nagyon nagy segítségünk volt, és hát én magam is a szeretetem, amivel őt meggyógyítottam. Azon kívül rengeteg pszichiátrián feküdt bent, addiktológián, és hogy az elején mondtad, az a Herr Gábor, én vele telefonáltam, beszéltem, mert én mindenkit felhívtam, akit csak lehetett, hogy segítsenek nekem. Amikor kiderült ez és kórházba került a fiam. Igen. Mennyire volt benne, akik benne volt már és függő volt, és már nagyon rossz volt a helyzet? Ő akkor azt mondta nekem, hogy ő már a rabja. Próbál, mi ez, hát holnaptól nem is kész. Minek ez neked? Ő már akkor azt mondta, hogy a rabja volt ennek a szerint. Ezért volt nagyon nehéz a helyzet. Nagyon nehéz. És nagyon hosszú folyamat elényézte. Igen, nagyon nehéz. Tehát nagyon sok embert fölhívta, szakembereket? Nagyon sok szakembereket, addiktológusokat, és ez az a Herr Gábor, ugye a pszichiátrián toxikológus főorvos. És őt is nagyon nehezen értem el, egyébként időpontot kellett hozzá kérni, hogy el tudjam érni, egy olyan jó fél óráig beszélgettünk. És érdekes, hogy olvast az elején, hogy hasonló ilyen sajátos nyelven próbált hozzám beszélni. Először kérdezte, hogy milyen állapotban van a gyerek. Hát mondom, nem tudom. Azt mondja, akkor ő onnan hogy tudja? És akkor így kérdezősködött, és én úgy válaszoltam, amiket ő kérdezett. És pontosan a szeretetről beszélt, hogy nehéz lesz ez a folyamat,
ide és ide próbáljam elvinni a gyereket, de mindig álljak mellette, mindig, tehát ne engedjem el a gyerek kezét. És én ezt meg is fogadtam, nagyon sok nehézségen keresztül mentem, így én, mint szülő, vittem őt mindenfelé, és megszökött innen, megszökött onnan, szóval még nem volt 18 éves, és nem fogadták sok helyen. Tehát a Miskolci elmegyógyintézetben ott csak egy pár napig lehetett. Aztán ki kellett hoznom, otthon volt velünk, de hát az otthoni dolgokat, hát azt nem kívánom senkinek, nagyon nehéz volt. Ő minden áron ki akart menni, én visszafogtam. Kirángatta az ajtót, nagyon sok dolog, amit így, mint szülő, így, hogy visszagondolok, nem is akarok visszagondolni rá, mert azt mondom, hogy na már most itt vagyunk, és már jól vagyunk. És próbáltam akkor is mindenáron úgy, hogy mint ahogy a gyermeket nevelünk, a szerető szigorba kell őt nevelni, mikor még kicsi, hogy szigorúak legyünk, közben szeressük is. Itt most az kellett nekem valahogy, hogy nagyon erős szigor, de még nagyobb erős szeretet, hogy ő érezze. Mindig meg volt köztünk a kapcsolat. Ő bár nagyon sokszor bántott engem, tehát eldökött. Meg nagyon sok minden, amit így nem tudok most így itt elmondani. De én annak ellenére már meg volt köztünk az, hogy odajött és megölelt. Tehát ez sosem volt el. Ez az érzés. Olyan cselekedeteket tett ellenetek, amit egyébként józanul, és ha nem lett volna a kábítószerrel, akkor nem tett volna, elvitott arról dolgokat, elvett bizonyos persze. dolgokat, konfrontációt. Mindent elvitott arról, semmi nem maradt otthon. A legkisebb apró dolgot, a kisebb fiamnak a játékát, amit azelőtt kapott, nem is tudom, hogy hívják azt a játékot, számítógépet, amit csak a páromnak a gitárját, erősítőt, mindent az égvilágon elvitt, pénzt, rengeteg pénzt elvitt otthonról, ami neki kézzelfogható volt. Amikor már nem volt otthon olyan, amit ő elvihessen, akkor csapatjával, telefonokkal. Hát szép, mindenképpen, ami minden. Akár egy külföldi, akár egy magyar filmben, vagy dokumentumfilmben, minden. Kábítószer függők mindent megtesznek, hogy származhassanak. Ő függő volt. Egy bőmélyén tengőlünk semmi beágyazott sorssal, tesó egy kis hasist a kis kanálba forral, vagy robbantsuk rá egy blatra odaként a zekélyen, érted áztatom a földet, nyugodj békében testére. Az utolsó addiktológia, ahova már vittem, és akkor már én nagyon kétségbe voltam esve, én már azt mondtam, hogy biztos, hogy ő már nem gyógyult be meg, az Balassagyarmat volt. Balassagyarmaton egy nagyon idős hölgy, ő már 73 éves volt, főorvosnő, nyugdíjból még ő mindig dolgozott, mert annyira jó volt a szakmájában. És mikor elvittük hozzá, ő azt mondta, amikor elbeszélgettünk egy jó fél órát, hogy részvétem úgy engedett minket ki a férjemmel, és hát akkor nagyon ledöbbentem. Egy olyan jó hónap múlva, mert ott 5 hónapot volt bent. Egy jó hónap múlva, mikor beszéltünk meg, ugye én 3 naponként jártam be hozzá Balassagyarmatra. Hát ezek az utak is szörnyűek voltak egyébként. Mert láttam a gyerekemet, ahogy kikötözik. Előttem kötözték, mert ugye neki epilepsziás rohamai voltak a drogtól. Ha volt akkor is, ha nem volt akkor is. És akkor azt mondta a doktornő, főorvosnő, hogy van egy kis remény, úgy látja, egy hónap múlva. És akkor hát hagytuk ott. Nagyon jó körülmények voltak egyébként. Ahogy a szeretetről ugye beszéltünk az elején, ez a kis kórház, de nem is nevezünk kórháznak, egy ilyen családias környezet volt. Már ahogy bementem, már nekem tetszett. Nagyon sok hely, ahova elvittem kórházakba, vagy ilyen szanatórium félékbe, nem igazán tetszettek a helyek, de ez igen. Ott a nővérkék, a doktornők egy asztalnál lettek a betegekkel.
Volt ott ilyen pici kis büfében a kórház területén, ahol a betegek vásárolhattak maguknak. Mind olyan családias volt, és ilyen szeretett. És úgy is éreztem, hogy ott meg fog gyógyulni a gyerek. Bár az ötödik hónap, mikor letelt, még mindig nem volt jól egyébként. Akkor hazahoztuk, mert az utolsó héten történt egy olyan eset, hogy bekerült a kórházba egy gáz. Hát az, amit felszívnak. A töltőgáz. És ő azt felszívta barátaival együtt, és akkor megőrült. Székeket dobált, ki akart ugrani az ablakon, stb. Ez olyan jó 5 hónap után történt. Ki akart ugrani az ablakon, és akkor hívott a főorvosnő, hogy ne haragudjon anyuka, már most ezt így már nem tudja. Nem maradhatott. És akkor rohanmentővel hozták őt a miskolci epilepszi elmegyógyintézetbe. És ott 3 nap múlva haza kellett hoznom őt. Gyógyszereket szedett, a saját magamnak kellett leszedelni neki. Én magam szedeltem le neki. Egy több hónapig tartott, mire azt el tudtam tőle venni. De ebben teljesen biztos vagyok, hogy a gyereket, hát igen, akkor még gyerek volt, csak is az, hogy annyira szerettem és annyira meg akartam ettől menteni, mert ő már nagyon beteg volt. Neki az elején egészségügyi, komoly egészségügyi problémái voltak. Rengeteget fogyott, de azon kívül nagyon, tehát minden baja volt, úgy mondom, egészségügyileg. A gyomrától kezdve minden a fáj. Tehát én nem akarom most ezt így mondani, hogy mik, de nagyon komoly dolgok. Azon kívül, hogy epilepsziás rohamai voltak többször, én segítettem neki a mentőbe is, mikor lenyelte a nyelvét, rángatózott. Nagyon, nagyon nehéz időszakok voltak ezek. Hetenként jött hozzánk a mentő, mert mindenki ismert ott minket, ahol lakom. De ezen túlmenőleg, hál' Istennek meggyógyult, és mind a szeretet, csak is azt tudom mondani, hogy csak a szeretet miatt. Mert amikor hazahoztam őt, 3 évvel ezelőtt, akkor nekem volt, nekem most is van egy problémám, amit persze lehet gyógyítani, és ő neki ezt elmondtam akkor. Tudta ő, mert mondtam neki végig, mikor bementem, hogy van ez fiam, járok orvoshoz, de nem fogta fel, hát hogy foghatta volna fel. És akkor egy napon, ugye azon a napon, amikor hazahoztam, mentünk haza, mert ugye a rokonoknál voltunk, hazajött, beszélgettek a rokonoknál, hazamentünk, és útközben mondtam neki, hogy ez van, fiam, de járok az orvoshoz, reméljük helyre jön, meggyógyulok. És mikor hazaértünk, elkezdett sírni a gyerek, de nem úgy sírt, mint annak idején, hogy ilyen, ez a nem tudom milyen sírás, hogy jó, sírok, megsajnálnak, vagy bármi. Nagyon letérdepelt. Letérdepelt a gyerek, és én is előtte. És mondta, hogy anya, te ilyen beteg vagy. Holott közben egyébként ez nem olyan betegség. Tehát ez egyáltalán, csak ő ezt nem tudta, hogy mi ez. És én tettem veled ezt, anya, mert kérdezte, hogy mitől van ez. Hát mondom, az idegességtől. És azt mondta, hogy és ezt én tettem veled, anya. És térdepeltünk egymás előtt is, a kisfiam is egyébként. És ordítva, ordítva sírt a gyerek. Ordítva. És akkor éreztem, hogy valami megszakadt benne. Mintha, ami eddig tartotta őt, talán egy kötél, még mindig hiába vittem akármilyen orvoshoz, talán egy, én úgy nevezem, hogy az az ördög volt. Ez persze nem így van, de én úgy nevezem, hogy az ördögöt elhagyta akkor. Kiment belőle, és még ránéztem, és még a szeme is másképp csillogott. Ez így nagy dolog ezt így elmondani, nem mindenki tudja ezt, hogy ez mi történt ott, akkor így hárman tudjuk ezt.
és onnantól kezdve van jó. Utána jött egy-két barátja, aki mai napig is barátja, elmentek konditerembe, az nagyon jót tett neki, járt konditerembe, mai napig is jár konditerembe, és így gyógyult meg ő. Bízom Istenben és a fiatban, hogy még egyszer ezt a pokot neked. Igen, nagyon félek, hogy visszaesik egyébként. Gyere, megmutatom neked csólyom telepet, hogy hogy élnek valójában a csóró gyerekek. A záról járnak a családos tagokázni, mert másképp nem tudják a kölyköket ruházni. Nekem ők a testvéreim, nem ezek a köcsögök. Szállna masok vagytok, még csak nem is röhögök. Találkoztunk így 4-esben, 5-esben, és akkor derült ki, hogy egyébként Ádám ismeri egyébként a fiát. De nem nagyon tudta, ugye, hogy ilyen komoly problémák vannak. Jól tudom, de azért a te baráti körödben, vagy ismerési körödben is vannak olyanok, akiket nyilván most név nélkül, meg mindenféle beazonosítás nélkül azért azt szeretném, hiszen te ezt a pokrot nem jártad már, hiszen hála az égnek egyedül meg tudtad húzni azt a vonalat, hogy ide nem. Nem igen. Tudom, hogy mitől vagy ilyen erős egyébként, azok után, amin keresztül mentél, de szerintem nagyon jó. Viszont azt mondtad tegnap, hogy azért az ismerősi baráti körben vannak bizony nagyon-nagyon durva példák. Egyet kettőt mondanál nekünk? A fiatal ember a lábával, meg... Hát igen. Ez végül is volt a krokodil nevű kábítószer, és volt egy ismerősöm, aki internetről rendelgette magának. Ez még ugye akkor volt, mikor ezek legálisak voltak, és megrendelte magának, ezt kezdte el használni. Aztán egyszer, csak egy pillanatra ugrott le, azt hiszem, rövid nadrágba, és akkor ránéztem a lábára, mondom, fú, ember, veled mi van? Végül is majdnem, hogy teljesen fekete volt a lába, meg nem tudom, ez a fiú igazából már olyan volt, hogy taknyanyál egybe volt, és próbált volna akármit is mondani, de soha nem értettem. Végeredménykép, eredetileg pedig nem egy rossz arc srác volt. Ez az egyik, de van sok ilyen dolog. Itt Balci Kamilas, akik esetleg hosszú távon keresztül korészkják ezeket a kábítószereket. Van ilyen ismerősöm, ez is Balci Kamilasról volt a szél. Vagy most beszéltem. Van ugye egy barátod, vagy volt egy barátod, akit megénekeltél az első dalban is. Igen. Ő neki a halála is köthető a kábítószerekhez, vagy? Nem jelent. Egész is el tud fajulni, amikor az ember már... Nem tudom, hogy neki a kábítószer miatt volt-e, de azt inkább, hogy a családja miatt főleg. Szóval őt intézetbe is adták, lakásotthonba került. Egyébként ő egy ilyen tipikusan rossz gyereknek mondható. Nem rossz gyerek, csak viselkedésre. Ő alapjáraton olyan volt, és gondolom ezért elhanyagolták, hogy nem lehet megjavítani. És ő végül kikötött a Miskolcon a zárt osztályon, ha jól tudom, és felkötötte magát. De hogy konkrétan a drog miatt, arra fogalmam sincs, viszont hogy a szeretet hiánya miatt, az biztos. Van egy baráti társaság, legyen egy például a esti buli. Mi az, amiért kell a cucc? Hát egy feldobó tudja. És ha én azt gondolom most, hogy 20 perc múlva szeretnék, van akadálya? Mi lenne semmi. Tehát csak a megfelelő kapcsolatok kellene hozzá, bizonyos telefonok bizonyos helyekkel, és működik a gépezet. Igen, ennyi. Akár Kozinc-Borcikán, akár Budapesten, akár az ország bármelyikben. Így van különbség? Hogy Pesten vagyok, vagy itt? Uh-huh. Pesten jobbok innen. És abban, hogy ugye most napokon keresztül azt hallottuk, hogy itt ott amúgy milyen kábítószereket vettem be, újakat, ismeretleneket, igen? Nem tisztákat, ebben van különbség? Nyilván, mert van, aki saját magának csinálja. Mert többféleképpen lehet ezt előállítani, lehet, hogy internetről berendel valamit. Például volt ez a kínai bor, nekem nem tudom, ez a JVH018, de lehet, hogy tévedek, volt ez, és ennek millió fajtája
de igazából ezerféle drukkot. Illetve kábítószer, valaki megcsinálja magának samponból, meg mit tudja én miből, nem tudom, mert ilyen tróger szintén nem mentem le sose, de tudom, hogy valaki ilyenből csinálja meg magának. A rendszer úgy tekint rá, mint egy társra, a jövő elvágva, a gyermek élet nem drága. Javító intézetek, börtönök, fegyházak, földjeimmel tele a barátok, meg várnak. Elzárnak egy életre a segítség helyett, ember számba sem veszik az elítélteket. Ha a kárbarátok közöttben előforduljanak, akkor érte? Vagy szabad szólni, érte? Szabad beszélni? Ha szabad szólni, ha nem én szólok, attól függ, hogy miért. meg hogy végül is ki az illető. Hogyha ilyen nagyon igénytelen dolgot csinál, akkor nyilván az önök is akár tarkon is várunk. Szóval most azért, hogy elszív egy füves cigarettát, senkinek nem fogok szólni, még lehet, hogy én is kérek belőle. Ezt nem tartom olyan vészesnek. De már látom, hogy ilyen moslékokat használnak, akkor oda megyek és szólok, hogy hát ezt nem kérek. És ha megkérdezik, hogy miért, mert mit magyarázok, akkor elmondom, hogy megjártam. Ezt az utat, és tudom, hogy mi lesz a vége. És hogy ez neked nem lesz jó, de ha akarod, akkor ott van. Egy ilyen társaságban ragadós, ami mint a tárgyal, mondjuk van kettő, aki nem. Előbb-utóbb ő is, igen? Azt, hogy ez a kettő leválik, vagy csapnak. De nem tudom, ez társaságtól függ, hogy mi tartsa össze azt a... Mégis igen, azt a csapatot mi tartja össze. Van, hogy ez a kettő segít majd a többinek, de... Szerintem ez teljesen változó. Ilyen szempontból a Brigitta az különleges, hiszen Brigittának van egy kisebbik fia is, aki testközelből szeretve a bátyát, ugye végig szervette vele együtt ezt a történetet. És ha jól tudom, ő nem volt érintett benne, csak abban a tekintetben, hogy nagyon-nagyon megviselte el ez a közben. Igen, őt megviselte. Látta, amikor jött a mentő a gyerekért, injekciózták, vénás injekciót kapott, hogy jobban legyen, akkor vitte a mentő. Tehát ő ezt folyamatosan látta, meg otthon, ami történt. Ezt mondjam. Igen. Mondhatjuk azt, vagy túlzás, ha azt mondom, hogy az életetet, a családi életetet és a mindennapjaitok éveken keresztül erre mentek el is rá? Persze. Igen. És most mondhatjuk azt, hogy próbáljátok újraépíteni magatokat? Jól vagyunk teljesen. Ahogy jól. Megjavult teljesen minden más. Visszakaptam az én saját fiamat, aki egyébként elég rossz csont, de nem baj, vagy legyen rossz csont. De ugyanaz, teljesen minden rendben van. És félsz? Az én magam lelkem, hogy félek, az igen, folyamatosan. Folyamatosan félek. Ő mindig mondja nekem, hogy jó, mamánya, hát nyugodj már meg. De én félek. Aztán már nem is mondom inkább. Neki csak elmegy valahova, mondjuk nem sűrű jár azért szórakozni, de elmegy, és akkor én csak úgy magamban félek. Ugye a szeretetnek az egyik alapköve, ami alapján egyébként nem gyalakottál, az mondjuk a bizalom. Hát igen, nem is. Újra bízni, és próbálsz hitet és bizalmat adni neki? Persze. Csak anélkül itt nincs. Tehát nem is gyógyult volna meg, ha én nem hiszek benne, hogy ő meg fog. Mindig is ezt mondtam, hogy én tudom, hogy ő meg fog gyógyulni. Mikor már tudtam, most nem tudtam, hanem éreztem azt, hogy nem, itt már nincs menekülés. Akkor is azt mondtam magamba is neki, és meg fogsz gyógyulni. De nagyon sok olyan volt, hogy már feladtam. Feladtam, mert azt mondtam, hogy itt ilyen nincs. Akkor mindig volt valami, amitől ellenvédett. Csak az, hogy őt meg kell, segítenem kell, hogy kijöjjön ebből a betegségből. Mert ugye ez betegség, Zahár Gábor mondta, hogy ez betegség. Itt már, amikor eljut egy olyan ponthoz, hogy nem az van, hogy csak szórakozásképpen használja, hogy elmegy egy szórakozóhelyen is ott elszínnak, vagy nem tudom, más dolgokat, hanem az életévé válik, akkor onnantól kezdve már ez betegség. Beívott a féreg is, betörtem úgy terem orrán, de másnap mehettük vissza, hiába lát le lett a kórház. Én vagyok a bűnöző, lásd már a fától az erdőt, a szar szar maradt, hiába ugatsz rá, öltöny meg nyakkendőt. Ha a kárbarátok között nem is fordul igen, akkor
Neked megvolt az, és a te fiadnak megvolt az, ami Ádámnak hiányzik, de szerencsére időben saját magát kihúzta a hajánál fogva ebből a helyzetből, és mint ahogy te azt mondtad, hogy a Roboszkóban az Oli atya és a többiek nagyon sokat segítettek, neked is nagyon sokat segítettek, hiszen bekerültél ebbe az iskolába, és bár az első videó alapján ugye nagyon sokan előítéletesen rögtön azt mondanánk, hogy ez egy hülye gyerek, bocsánatot kérek a kifejezésért, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg ilyen drágárul beszél, meg stb. Stb. Bizony, leérettségiztél. Nehéz volt? Nem, elindulni volt nehéz, mert én úgy mentem oda, hogy hát még akkor használtam ezeket a dolgokat, meg eléggé próger voltam. Én így az egyházat és igazából mindent elleneztem. Szóval vagyok én, és mindenki más, és az nem érdekel. Mármint a mindenki más. De igazából itt is úgy van, hogy a szeretet. Hogy volt egy-két tanárnő, aki akkor is odajött, és mondta, hogy mi van veled, fiam, stb. De nem így, hanem a maguk módján. Nem tudom, hogy csinálják, de nyilván ők ezért tanárnak. És hát rájöttek, hogy miben vagyok én értékes, és hogy milyen az én valódi személyiségem, és próbálták ezt megerősíteni sikerrel. Igazából én imádtam írni, volt, hogy óra közben felálltam, elkezdtem mászkálni, miközben a tanár mondta volna az anyagot, ugye tiszteletlenség, de mondtam, ez engem nem érdekelt. Beültem a pad alá, el akartam kezdeni aludni, nem tudtam, elkezdtem írkálgatni, stb. És akkor óra végén kimásztam a padalon, mert hogy felborítottam azt, nem érdekelt az egész. És akkor kérdezte a tanár, hogy bolond vagy, hogy mi van mellette, miért csinálsz ilyeneket? És akkor megmutattam, hogy ilyet írtam. És akkor megnézte azt, ha ezt tetszik neki, akkor írt még ilyet, stb. Stb. Ezek dalszövegek voltak már, vagy ilyen kis versecskék? Dalszövegeket is írtam, de én úgy külön írok verseket is. Az kicsiben másabb, szóval a maga a hip-hop nekem, a hip-hop zene, az arra szó, hogy nyersen oda mondjam, és azt inkább a fiataloknak csinálom. És én hiába mondanám szépen egy fiatalnak, hogy te ne drogozz akármi, mert ki ne lehetne. Magamról tudom, hogy ha így mondták volna, akkor nem érdekel. Azért olyan az a film, és azért olyanok azok a dalszövegek, de már hallgatják más dalra is, mert úgy gondolod, hogy azokat, akik ebben a körben vannak és veszélyeztetettek, csak így lehet megszólítani? Úgy gondolom, hogy a legtöbbje erre figyel fel, más részről meg ez, aki a videón volt, az is én vagyok. Szóval a környezettől is függ az, hogy én ki vagyok. Ez, aki van a videón, ez a személy, ez ugyanúgy megvan bennem, de nyilván nem itt jön ki, hisz itt nem olyanok az emberek. Valamennyire attól is függünk, hogy milyen társaságban van. Nyilván ahhoz alkalmazkodom. Hova jártál a suliban? Megmenettek az értékes embert, bár rossz, amilyet lehet. Hát ez így nagyon gyors, de végül is igen. Szép lassan megtelentek. Valakinek fura volt, valakinek meg épp azt tetszett, hogy egy idő után ugye tisztult nekem is a fejem. Rájöttem arra, hogy én szeretek beszokrogatni az órák közben, viszont az elején nem tudtam mit. És elkezdtem azért tanulni, hogy beszokrassak. És így sikeresen érettségiztem, egy ilyen 3-4-es eredménnyel. Lett egy CDL vizsgám, és azóta lett egy harmoncás jogosítványom is. És mai napig szeretem beszólogatni. Miért te nem mondanál lágy, mikor a saját spanót felhordtad talán rá? A fertőző környezet téged is beteggé tesz, ennyi szar után te nem lennél ellenséges. És van egy mencsvárad, mert egyébként is ugye nagyon sokszor látjuk amerikai filmekben is, mert most már egyre elterjedtebb Magyarországon is, hogy meg hát mi magunk is úgy vagyunk vele, van egy kis bánatunk, a örülünk, szívesen hallgatunk zenét, ugye nekem is volt egy zenei világ, ami a te lelkednek sokat segített, és szép lassan rájöttél arra, és igazából már egy picike ízenítőt már az ímét láthatunk abból, hogy tehetséges vagy ebben, de elkezdtél kimélni ebbe az irányba, igen. És talán ez lehet az, amiben te ki tudnál igazán teljesedni. Te írod a dalokat, a zenét, a szöveget. Én tudom, de meséld el, hogy milyen kezdetleges módon pakoltátok össze például azt a klipet is, mert
lehet, hogy sokak számára ez is vicces lesz majd, hogy egyébként te milyen technikából mentél oda, és próbáltál a YouTube-on keresztül minél jobb eredményt elérni. Szóval annyi a lényeg, hogy a legelső, ez a bűnmélyém volt, ami nem is ez a versenyhez kapcsolódik. Az egész az úgy készült el, hogy még akkor vándoroltam a világban, Pesten, Debrecenben, akárhol. És lementem egy ismerősömhöz, Csulára. Neki volt egy, igazából egy mikrofonja. És nem is az, hogy ő szeret rappelgetni, hanem a zenéket szereti csinálni. És nekem megtetszett az egyik, mondom, akkor vigyázzon, hogy mondjam már rá magamét. És meghallotta, és megtetszett neki, hogy azonnal azt mondta, hogy hát ebből albumot kell csinálni, stb. Stb. De végül minőségre igénytelen az egész, viszont a zene megvolt, a klip pedig úgy készült el, hogy szóltam egyik barátomnak, hogy kapcsolja be a telefonot, és legyen egy videó. Igazából ezt vártam meg, és így lett meg a klip, de szóval a barátom azt többször elvesztette fel, hogy hát végül is elvesztette a felvételeket, így van, hogy egy videoklipben belül lehetett félni is. És van, hogy nem akartunk visszamenni helyekre, hanem inkább letöltöttük hozzá internetről az anyagot, ugyanarról a környékről, hogy meg kellene járni, akkor meg... Tehát ilyen házi praktikák, hogy bevetve készítették, még más lehet, hogy ugye a stúdió körülmények között. Így van, de végül is ez így teljesen ingyen volt. Az utazást kivéve, hogy én lemenjek hozzá Gyulára. Ez lehet a te utad és a teljesítő, amellett, hogy egyébként a Targonica vezető jogosítvány azért fontos számodra, mert szeretnél dolgozni, és talán ez egy lehetőség lenne, hogy pénzed legyen, hogy magányosan rá vagyunk. Nekem a zene, meg a munka, az két külön világ. Dolgozni nyilván kell, nekem teljesen jó a Targoncás egyébként. A zene pedig olyan, amiben nem szeretném, hogy senki beleszóljon. Szóval ez mindig olyan lesz, amilyen én vagyok, vagy amilyet én szeretnék csinálni. Ez igazából a lelkem. Mármint amit én írok, főleg az. És hogyha például nem tudom, ha most az lenne menni, hogy én parti zenéket csinálok, én nem fogok azt csinálni, mert nem tudok olyat csinálni. Hanem én azt tudom, ami én vagyok. És hogy ha megerőltetem magam, sem tudok mást. Elvaráztuk nyilván a gazdot húzni belőlem, ott föltöz vág a csalódás, tanulj meg kúzni előre. Küzdött végli lezek tonnás teherrel a lelkeme, az egyenruhás csontányokat a végsőkig hergele. Mert vágom ilyen névedni lépcsőházba a láttörőt, mikor a rendőr felrúdott, szemébe ott a kárőröm. Kirámoltunk egy házat, betörtünk a boltokba, az átosztályon lesz hírozva, nem minden habos torta. Műfa te felakasztott minden nap verés, hogy tiszta kék illaző voltam lefelé, de régtől. Nagy úr, hogy túlélő vagy, én azt gondolom, főként úgy, hogy én hiszem, hogy hosszú távon szeretet és magasfokú érzelmi támogatás borzasztó nehéz életben maradni ebben a mai világban, de neked valahogy ez így sikerül. Bár ugye egy picike szeletét, ha érinthetjük a magánéletednek, említetted, hogy tartósan barátnő nincs, de van olyan lány, akitől elfogadsz tanácsokat és a barátod, és segít a földön maradni, amikor esetleg már el szeretnél rugaszkodni onnan, nem túl jó irányba. Igaz. Nem is igazán barátnőkkel. És szóval folyton váltakozok a személyiségem, ugye? És ő az, aki rám szól, hogy na ez nem te vagy, ezt nem kéne csinálnod, nem jó fele mész. Ha jó fele megyek, akkor az is folyton megdicsér. És nem tudom most ezt elmagyarázni igazából, akinek van egy uradgyalan, van, akinek nincs. Ezt nem tudom elmagyarázni. És ha te uradgyalodnak valamon? Persze, hogy van. Címe is van? Az a címe, hogy végül is ő vadmadarak, és ebből a második verszakot kaptam meg ő. Amit neki szántam. Kifekszünk a fűbe, a csillagokat kémeljük. Az élet lehet szörnyű, ha a pillanatot élvezzük. A város szaja elhakul, a béke letelepszik benne. Barátok köriznek, amíg lehúnyom a szemem. Mármaimban veled a karjaimmal átfoglak. Őr a két akarok, ha valójában csak kámodlok. A kötelékünk elválasztani az idő sem tudja. Fényé válunk a parázsló tűzben megbújva. Én Brigittát
itt azt tenném föl, hogy mi az az útravaló, amit anyaként, aki ezt így átélte és megküzdötte, tudnál nekünk adni nagymamáknak, nagypapáknak, szülőknek, fiataloknak, bár olyan tanács, amit a mindennapokban tudunk használni a te erődből. Gondolom a hit is az, ami egy kicsit segített azért, és a te másik életed is, hogy túlél ezeket a napokat, közéleket. Ami legfontosabb az, hogy nem szabad elengedni a gyermekünk kezét. Egy pici kis történetet gyorsan elmondani. Nemtől egy pár nappal ezelőtt utaztam haza Miskolcról, és egy ismerősömnek a kicsi gyermek ott feküdt mellettem a buszon. Az anyuka állt, ő egy beteg gyermek. Tehát úgy, hogy problémája van így. Nem tudom, nem, talán dankóros, de nem vagyok benne biztos. Az nem akarok butas, így van, nem akarok butasságot mondani, mert nem tudom. Ő elaludt a vállamon. Az anyuka egy percenként jött oda törülgetni az orrát, mert ugye nekik másképp építődik fel ez a kis dolog, tehát folyt az orra. Hangosan horkolva aludt mellettem a gyerek, én kicsit féltem, hogy ne, vagy ne fulladjon, itt a vállamon feküdt. És akkor azt gondoltam, hogy ez az anyuka mit szenved a gyermekéért, de szeretetben szenvedi, és nem engedi el. Ő már eredetileg nagy kislány, 8 éves, de picikének látszik, egy olyan 5 éves koronak. És az az anyuka percenként odajött, megtörölte az orrát, megigazította a kis sapkáját, nem engedi el a kezét, így sem, hogy beteg. Vegyük úgy ezt az egész dolgot, ami az én fiammal is történt, és aki nagyon sokan vannak így, tudom jól a világban, csak eltakarják, eldugják, szégyellik, hogy mi történik a családban, vagy rokonságban, én ezt tudom is. De ha így is van, akkor se engedjük el a gyerekünk kezét. Vegyük úgy ezt, mint egy betegséget, és meg kell gyógyítanom a gyerekemet. Nem csak akkor kell szeretni a gyereket, amikor jól tanul, amikor minden rendben van vele, hanem a bajban is, és ha rossz az a gyerek. Én nagyon sokszor azt mondtam a saját gyerekemnek, hogy nem szeretlek. Nem szeretlek már. Ideges voltam, sok rosszat tett, de hogy is nem. Amikor megláttam hazafele jönni, lehet, hogy drogosan. Teljesen megnyugodtam, leesett a szívemről a kő, hogy itt van. Vártam, hogy hol van, utána mentem. Nagyon sokat jártam utána, hogy hol van, merre van, hogy nehogy összeessen valahol, valami baja legyen. Tehát ami a legfontosabb, hogy ne engedjük el a gyerekünk kezét. Mindig fogjuk és segítsük. Ő beteg. Ha beteg, akkor segíteni kell. Ha bármi más van, akkor is segíteni kell, hiszen azért vagyunk szülők, anyák. Ez mikor megszületik egy gyermek, nem csak arról szól, hogy de szép vagy, de aranyos vagy, meg jól tanulsz, vagy bármi, hanem igen, ez most egy nehéz időszak, azt is át kell vészelni.